A legpiszkosabb levegőjű hónapban, tavaly novemberben mérték a kerület légszennyezettségét az ICI szakemberei. Az ősz utolsó hónapjában Budapesten még smogriadót is elrendeltek, így a 18. kerületben mért adatoknak fontos tájékoztató jellege van, mennyire szennyezett a kerület levegője. Nitrogén-dioxid koncentrációjában annyira kiugró eredmény nem született. Az természetesen látszódott a mérési eredményeken, hogy melyek azok az iskolák, amik forgalmas csomópontokban esetleg utak mellett van. Ilyen a Pesszentlőrinci német nemzetiségi általános iskola, közismertebb nevén a Piros iskola, ugye, ami az Üllői út mellett van közvetlenül, vagy említhetném a Vörösmarty énekzenei iskolát is, az is egy elég viszonylag forgalmas úton van. Tehát ott ezek a értékek egy picit magasabbak voltak, de nem haladta meg az egészségügyi határértéket egyszer sem. A nitrogén-dioxid szint mellett a szállópor koncentrációját is mérték a kritikus novemberi hónapban az Eötvös, a Vörösmarty és a Táncs iskoláknál. Az eredmények szerint az értékek meghaladták a napi 50 mikrogram per köbméteres határértéket, ami az idősek és gyermekek számára már veszélyes lehet. A januári időjárás viszont, habár a frontérzékenyek nem így gondolják, igen egészséges. Nagyon szerencsés időszakban vagyunk, ugyanis erős nyugatias áramlásban egymás után mennek a frontok itt a Kárpát-medence fölött, és a viszonylag erős légmozgás, illetve a hideg frontoknál a erős függőleges átkeverődés hatására a levegő nagyon tiszta. Tehát a januárhoz képest elég tiszta a levegő, és viszonylag különleges ez a elmúlt 3-4 hét, hogy egyfolytában ilyen frontos az időjárás, ilyen szeles, ilyen változékony, és nem állt be azok a télre jellemző ilyen anticiklonális smogos helyzetek. A vegyes tüzelés rontja a levegő minőségét, a szilárd tüzelés a szállópor koncentrációját jelentős mértékben növeli. A szakember szerint a tavalyi smogriadó sokkal inkább ennek okán alakult ki, mint a közlekedés miatt. Mivel a légmozgás a hajnali és esti órákban a legkisebb, ezért a szakértők azt tanácsolják, hogy a kritikus időszakokban, aki teheti, a nappali órákban fűtsön, ezzel is segítve a levegő tisztulását.